Idén 15 országból érkeznek versenyzők Szabadkára, hogy szeptember 1-én lefussák a félmaratoni távot, hangzott el a verseny szervezőinek mai sajtótájékoztatóján. Pásztor Bálint a VMS köztársasági parlamenti képviselője, maga is amatőrfutó. A verseny egyik szervezőjeként elmondta, hogy a belgrádi után a szabadkai félmaraton az ország egyik legtömegesebb versenyévé nőtte ki magát. Kezdenek megvalósulni az elképzeléseink, az álmaink valóra válni, hiszen az idén biztosan mondható, hogy 1300 és 1400 közé tehető majd a szabadkai félmaraton résztvevőinek a száma. Ez azt jelenti, hogy meg fogjuk duplázni a tavalyi létszámot, tavaly 634, az első szabadkai félmaratonon pedig 560 futó vett részt. Annak ellenére, hogy mindössze 3 évvel ezelőtt került megrendezésre az első szabadkai félmaraton, az eseménynek már is hagyománya van és közösségépítő erejével hozzátartozik a városnapi eseményekhez, mondta Horváth Tímea alpolgármester. Bizony megvalósult az, amiről álmodtunk, hiszen azt szerettük volna, hogyha Szabadka sportok városává válik, ha Szabadka közismert, és Szabadka szecessziós építéseit is minél többen meg tudják ismerni, akár a régióból, az országból és külföldről is. Nenád Bogár, a Horizont Sport Egyesület egyik alapító tagja arról beszélt, hogy idén több újdonságot is bevezettek. Ennek egyike a 10 kilométeres táv beiktatása, de emellett a rajtcsomag is megújult, gazdagabb lett. A befutóért mert a város egyik szecessziós szépsége, a Reichel Palota díszíti. A félmaratonra időben nevezőknek személyre szóló névvel és rajtszámmal ellátott bögrével kedveskednek. Mi se svake godine trudimo da unapredimo i poboljšamo sam izgled polumaratona, da to sve bude što više prepoznatljivo. Ove godine smo uveli novine u startni paket, ubacili smo šolju kao što možete i da vidite ovde. Do određenog datuma ona je bila moguće da se personalizuje i da se napiše ime na šolju. A szervezők előre is elnézést kértek a szabadkai polgároktól, akiknek majd szeptember 1-én 9 és 13 óra között alternatív útvonalakat kell választaniuk, ha a város központja felé közlekednének. Ugyanis ebben az időszakban útlezárásokra és forgalomkorlátozásra számíthatnak. Ennek részleteiről később adnak tájékoztatást a szervezők.